Készen állnak már a csoportok. Őket Járai Máté, Jáger András, Nagy Balázs, Fehér Ánkos színészek vezetik majd körbe a teátrum hihetetlen izgalmas terein. A Győri Nemzeti Színház nyílt napjára, az Egy nap a kulisszák mögött hetedik rendezvényére közel 2500-an regisztráltak, hogy megismerkedjenek a kulisszatitkokkal, a színház életével, újdonságaival, mint például a nyílt napi karmesteri show. Borzasztó nagy reklám ereje van, mert bizony, akik ide eljönnek az egész nap, vagy hát fél nap, azok tuti, hogy ha nem is vettek idáig bérletet, vagy nem jöttek színházba, tuti, hogy fognak jönni, mert tényleg olyanokkal találkoznak, olyan dolgokkal találkoznak, olyanok, amit az ember nem tud megnézni máskor. Tehát nyilván van már egy végletekig, nem lehet, ugye, mert azért már elfogynak a kulisszatitkok, hogy így mondjam, de ma is ugye történt ez a Sillóféle fantasztikus dolog. De mindig azért kitalálunk valamit, és mondom, nekem a legfontosabb az, hogy nagyon nagy reklámértéke van, és azon túl, hogy az emberek szeretik a színházat, belátnak mögé, és hát viszik, és az előadások is úgy kelnek el, hogy pletyka szinten megy, hogy ez hú, de jó adást nézd meg, és akkor ha valaki nem nézte meg, akkor presztízs kérdés csinál, és megnéz. Tehát nekem ez a legfontosabb ebben. Miért is? Rájöjj az Ez már a nagy színpad a Takarásból. Csütörtökön a nyílt nap délelőtti programjai a hagyományos balett gyakorlattal indultak, Zádor Völgyi László balettmester vezetésével. Valójában a táncművészeknek az élete, ami a világon bárhol egy professzionális együttesnél, azzal kezdődik, hogy felébred és fáj minden tagja, és beáll a úthoz, és megpróbálja koncentráltan összeszedni és felkészülni arra, hogy majd elkezdődjenek a próbák. Tehát itt rúdgyakorlat, középgyakorlat és ugrás gyakorlatokat láthatnak. Ez azért fontos, hogy a technikai állapot az mindig a maximumra való felkészülés legyen, ne legyen sérülés, tehát nagyon-nagyon komplex, és agyilag is ott kell lenni, mert hogy mindig, minden nap új gyakorlatoknak a kombinációját kell figyelemmel kísérni, tehát nem csak fizikai, hanem agyilag is késznek kell lenni. A Győri Balett kiváló magántáncosa Dálcsi Uemma cukápráztatta el ismét a közönséget. A nyílt nap ugyanis kiváló alkalom volt arra, hogy a társulat bemutassa azt a két Velekei László koreográfiát, melyet legutóbb a nyári olimpián Rio de Janeiroban, illetve Berlinben a Vladimir Malahov és barátai gálán mutattak be. Csütörtökön a Tapsból és a humorból sem volt hiány. A nyílt napos zenekari show Silló István karmesterrel azt is bebizonyította az érdeklődő közönségnek, hogy a Győri Nemzeti Színház zenekarán gyerekjáték vezényelni. Ez már Bach csodálatos műve. A színpadon a profik. A zenekart az új zeneigazgató Silló István dirigálta, aki utóda előtt is tisztelget. Vagyon István elköszönő zeneigazgató fólista játékát megkönnyezte a Takarásban figyelő társulat. Iszonyatosan sokat tanultam tőle, pláne abban, hogy kialakuló kis konfliktus helyzeteket hogy lehet az őszintességgel, a tisztességgel és a humorral azonnal lepuhítani, hogy ne legyen belőle nagy konfliktus helyzet, hogy itt, amióta én itt vagyok, és amíg a Pista volt az zeneigazgató, itt emberek nem veszekedtek egymással. Úgyhogy azért is mondtam a kis koncerten, amikor a Pista kiment a színpadról, hogy majd akkor, amikor én leköszönök erről a posztról, és lesz egy ilyen koncert, vagy egy olyan társulati ülés, mint ami tegnap volt, és semmi más nem kapok, csak egy olyan tapsot, mint amit ő ma vagy tegnap, akkor én borzasztóan boldog leszek. Itt vagyunk már a Kisfaludi teremben. Csütörtökön a nyílt nap eseményei a próza szerelmeseinek is kedveztek. Posonyi Takács László, Ingman Bermanestel, Menzel Andrea a Száj görbülése című előadással lepte meg a lelkes közönséget. A színház előtti téren a Beatles titkok című Ki mit tud versenyzői csaptak össze.
Az Egy nap a kulisszák mögött hetedik rendezvényét, a nagy sikerű Bohózat, a Primadonnák nagy színpadi előadása zárta. Közel 800-an nézték végig Nagy Balázs és Járai Máté jutalomjátékát. Képes összefoglalónkat a Kulisszák mögött című műsorunkban láthatják szeptember 19-én.